Hát a Libella kávézó, meg kell kérdezni a Bandit, hogy ez kávézó, kávéház, nem söröző, de lényegében olyan, mintha egy nyúlványa lenne a Műszaki Egyetemnek. Hát én a kerületi lakos vagyok, úgyhogy elő-elő fordulok itt, nem annyira sokat. Keresem az asztalmat, ugye, ami ott van az ajtóba, aminek az a különlegessége, hogy bármikor lehetett ott írni és ülni, mert nem látszik a tévé, és még akár a foci VB döntőjén is, amikor itt mondjuk százak álltak, akkor is nyugodtan tudtam ott dolgozni. Szigorúan csak a rajzokkal foglalkoztunk. 10 éven át egy 5 éves egyetemen, ezt kell, hogy mondjam. Végül befejeztem, igen, ezt Bödőcs kollégám mondta, hogy ebben semmi visz nincsen, hogy valaki 10 évig el egyetemre is befejezi, tehát ez nem egy tört, nem egy poén, az a poén, hogy 10 évig el egyetemre, és nem fejezi be, de ezt a poént nem értették volna a szüleim, úgyhogy inkább a békesség jegyében befejeztem. De vannak olyan hallgatók, akik azóta már mindenféle új rendszerekben sokkal több időt töltenek itt, mint 10 év, ezt hallottam. Skandináv Krimi paródiának indul, aztán pedig hát elszabadul, mondjuk így, amit én is félig-meddig megfigyelőként voltam jelen, hogy szabadultak el a szereplők és a történet és az egész univerzum, amit létrehoztam. De hát de azt hiszem, hogy nem kell Skandináv Krimi szakértőnek lenni ahhoz, hogy élvezhesse az ember. Ez szerintem egy fontos információ, tehát nekem gyerekkoromban volt olyan paródiája a Gyűrűk urának, amiért én áttoltam magam egy egész kötetlen a Gyűrűk urából, hogy tudjam azt majd élvezni, és aztán pedig a könyv sem volt olyan vicces, vagy azt már el sem olvastam, úgyhogy nem kell ilyen jó nevű szakértőnek lenni hozzá. Ez egy nagyon véres és súlyos krimi fajta, ami nagyon terhelt, minden szinten terhelt szereplők szoktak megfordulni, én úgy veszem észre, vagyis ez az én alapkoncepcióm, hogy akkor ilyet írok belőle, hogy nincsen szereplő, akinek ne lennének traumái, és senki sem halhat meg csak úgy békésen, és hát ilyen nagyon kiégett nyomozóknak kell földeríteni a dolgokat, és aztán ebből az elegyből lett valami. Az nekem sokat segített, de főleg azért ezek miatt az emberek miatt, akik kérdezték folyton, tehát hogy a rokonok, barátok ezt így számon tartották, hogy nem azt mondta tavaly karácsonykor, hogy idén megjelenik a... Ez én, és akkor mikor ez volt, hogy a Tibor könyvét olvastuk, igen, és akkor a Tibor írja a másodikat, akkor volt ez, hogy na jó, akkor menjünk be a kiadóba, hogy akkor mikor lehet ebből, de én úgy azt gondoltam, hogy azt mondják majd, hogy hát jövő nyáron. Tehát, hogy ahhoz képest viszont elég konkrét lett ez, hogy nyár végére, most nyár végére, és ősszel megjelenik, úgyhogy indukálta ez, de hát ez is csak egy olyan dolog, ami miatt végre rávettem magam, meg hát ez Tiborra egy ilyen kedves szívódásunk, hogy kinek hány bombondíja van, meg ilyesmi. Aminek is sok van, nekem meg nincs, de Kalinti Gyűrűk van, de hogy az ki mikor kapta, és hogy ezt mi szeretjük viccből játszani egymással. És valószínűleg ez a kinek hány könyve van, és hány oldal. De én rajzoltam is bele, tehát ezt lehet azért játszani. Hát jó lenne, ha sok idő lenne rá. Most ugye ez azért aktuális nagyon, mert a következőre készülök. Csinálom egy ideje, de azért ez... feszítettnek tűnik 4 hét alatt rendbe tenni mindent és megírni. Tehát ezzel elárultam, hogy ez mondjuk hónapok munkája egy ilyen est. Csak amíg eljut odáig, hogy bemutató, és akkor onnantól még csiszolódik 2 éven el. Tehát amit láttál, azt hiszem, a hölgy, aki nincs itt, látta, az 2 évig ment, és azt láttam, hogy azt hiszem, hogy a bemutató idején volt ilyen 65-70 perc, most meg 90 volt. Igen, pályatévesztési tanácsadó. És ugye nem csak azok jöttek hozzá, amik bekerültek, hanem jönnek, mennek, tehát közönséggel együtt alakul, úgymond. Úgyhogy ez egy hosszú játék, amíg a végső formáját eléri egy ilyenest. Az a cím, hogy történjen bármi, ami egy részben egy olyan cím, hogy Bánin mögé férez benne a jó. Tehát még akkor kellett ezt megmondani, amikor még keveset tudtam róla, a bármi helyett az lett volna még egy cím.
de ez valamennyire a történetről fog szólni, a történetmesélésről, ezért a történjen bármi. Még az állvány nélkül az volt egy jó című javaslat szerint. Tehát ha most ezekről az estekről beszélünk, ami egy önálló est és címe van, és egy megszerkesztett dolog, tehát valamennyire színpadi jellegű, színpadibb dolog, illetve valamennyire egy téma köré csoportosodott, azért van egy kutató munka, amikor még nem tudom, hogy mi lesz a poén, csak a téma kezd el foglalkoztatni, és csak ahhoz olvasok, meg gyűjtök mondjuk ötleteket, tehát mondjuk a poén evolúciója az, hogy van a téma, abból jön egy ötlet, és abból lehet esetleg poén. Ez nagyon rossz, de ezt benne van a pakliba, hogy olyan témát hozok föl mondjuk akár. Tehát igen, tehát ugye minden poén ez egy feldobott és egy lecsapott labda. És hát az is nagyon kellemetlen, amikor az ember lecsapja úgy, hogy azt hiszi, hogy ez nagy vicc volt, és eltört az egész. Ilyenből azt hiszem, hogy kevesebb van nekem, remélem. Hanem inkább az van, hogy magam a fölvetés már valamiért nem foglalkoztatja annyira az embereket, vagy messze van tőlük, vagy másképp kell megfogalmazni ahhoz, hogy érdekes legyen. De hát persze, mindig árnyékra lehet vetődni. Ez egy valahol egy elég pervers dolog, hogy folyton ezt tesztelgeti az ember, hogy na vajon vicces vagyok-e, vajon nevettek-e ezen, és ezen nevettek-e. Ez belülről valószínűleg, ez egy, hogy mondjam, kívül nem látszik, hogy belül mennyire intenzív játék ez egyébként is. De hát az a jó, ha nem látszik. Meg ugye ez úgy szokott lenni, hogy próbálgatja az ember így is, úgy is, és ha van egy felvetés, ami azt látom, hogy nem érdekli őket, akkor másfele megyünk tovább, és elnézik nekem, hogy most volt egy ilyen gondolatom, tehát ha ügyes vagyok, még észre se veszik, hogy viccelni akar. Nem javon sokat, és ha megnézed a legelsőt, akkor egy nagyon, nagyon félénk fazont látsz, aki talán ennél jobban hadar, és hát én az írás oldaláról kerültem ebbe az egészbe, és úgy éreztem, hogy egy író ember vagyok, aki kiáll a színpadra. Még most is sokszor ezt érzem. Hát tanulom, azt tanulom, hogy milyen előadni, azt minden este, minden délután tanulom, a színpadon vagyok, és szokták mondani, hogy visszanézve változtam. Én is azt hiszem egy kicsit, úgyhogy remélem, hogy ez egy tendencia. Nagyon sok mindenben lehet javulni. Ugye hát egy milliárd dolog van. De mondjuk, ami mondjuk azt mondom, hogy olyan lenni, amiben nem vagyok túl jó, azon javítani, akkor én például nem szeretek improvizálni, bár volt már olyan, hogy kiderült, hogy tudok, de az a fajta végtelen bátorság és könnyedség, az sokszor nincs bennem. Ha nem én pont ez vagyok, aki akkor nagyon szereti megszerkeszteni, átgondolni. Van, hogy már direkt azért verem szét a műsoromat, hogy már úgy érzem, nagyon megkövült, mert ez egy nagyon fölépített dolog. De hát az, hogy improvizálni, az azt mondják, hogy az, hogy merni rosszat mondani, merni rossznak lenni, és az én meg nem szeretek rossz lenni. Inkább arra törekszem, hogy jól legyek, de valóban ebből áll az impro, és volt már, amikor rákényszerültem erre, volt, hogy elment az áram a művődési házba, és volt negyed órám egy zseblámpával, mert hát megkérdezték, hogy na hát a művész úr akkor visszafárad-e az öltözőbe, de olyan nincsen, hogy a művész úr visszafárad az öltözőbe, akkor a művész úr megbukott. Tehát ott az van, hogyha én vagyok a színpadon, én vagyok a showman, akkor azt nekem kell lebonyolítanom azt is, hogy megcsinálják az áramon. És akkor hát fárasztóbb negyed órát improvizálni a zseblámpával, de szórakoztató volt, azt hiszem, és én is jól szórakoztam végül is, csak többet pörög az agy közben. Halhatatlanságban még élek. Hát nem, a halhatatlanság az kiszámíthatatlan dolog, és nem is szabad már erre így bejelentkezni, én azt mondom, mert hogy teljesen véletlenszerű, hogy kinek miért maradt fönn a neve, még az is lehet, hogy föltalálok valami fröccsöntött kulcstartót, és akkor az lesz majd a Wikipédia, hogy a korábban humorral foglalkozó műanyag milliárdos, és teljesen zárójelbe lesz téve ez, ami eddig volt, ezt nem lehet tudni.
én humoristának tartom magam továbbra is, és minden, amit csinálok, az ennek a leágazása. Tehát nem csinálok olyat, ami nehez lenne, és ráadásul én ugye mindig azt érzem, hogy hasonlóan dolgozom, tehát én ötleteken gondolkodom, hogyha éppen újságcímlapot kell tervezni, vagy éppen, nem tudom, még a régi időkben ötletelnem kellett akármilyen produkcióba, akkor is az volt a feladat, hogy egy vicces ötleteken gondolkodjam, és ebből a szempontból, hogy ezt milyen formában írom meg, tehát én inkább humoristának mondom magam, mint stand-uposnak, mert a stand-up ez egy formája ennek, ami egy nagyon szerencsés formája nekem, mert nem kell annyit megírni, hanem beszélni kell. Hát kényszeres vagyok, azt hiszem ezt így hívják, tehát ez egy körülhatárolható dolog, aminek egy része igen, amit mások úgy gondolnak, hogy gyűjtő szenvedély, pedig valójában csak az ember nem tud megválni a tárgyaitól, de nagyon jó eredményeket értem el. Tehát megváltam olyan tarzankönyvektől, amik ilyen, tudom, általánosan a negyedikes korom óta olvasatlanul voltak a polcon, és most egyébként a gyermekeim pedig kérdezik, hogy hol vannak azok a tarzankönyvek. Tehát lehet, hogy... De például kidobtam a Basic programozás című könyvet, ami Commodore 64-hez kellett, és így elgondolkodtam, hogy lehet, hogy ez már nem fog kelleni. Vannak ilyen mániák, amivel bele tudok keveredni, amit egyesek hobbinak neveznek, ez is inkább szerintem valamiféle megszállottság, mondjuk így. Tehát én azt hiszem, hogy a megszállott az egy elég jó szó rám. De mondjuk így kitört rajtam, hogy ingaórát építek Legóból. Ez volt az a projekt, amit félbe hagytam, mikor azt mondták a kiadóba, hogy akkor írjam a könyvet. És akkor megjelenik. És ingaórát építek Legóból, mégis ez egy korrekt válasz. Hát már mű... Meghagyja ez egyértelmű, vagy magyaráznom kell, hogy ez egy működő ingaóra, amit a súly húz lefele, és tiktakol, ezen dolgozom. Az a lelke az már működik, fogaskerék kérdése, hogy ez most 10 másodperc alatt megy le a súly, vagy egy nap alatt. És éppen ebben voltam benne, aztán meg kellett írnom a könyvben. Úgyhogy most megírom a következő önállóestemet, az október 16-ban bemutató, és utána előveszem a Lego órát. A hangyákat meg elpusztítottam nagyon nagy szeretettel, véletlenül túl szerettem őket, túl gondoztam őket. Nem való nekem. Abban nagyon sokat fejlődtem szerintem, pontosabban abban nagyon sokat fejlődtem szerintem, hogy el tudom engedni már valamelyest a dolgokat, nem hívogatom állandóan a kollégákat, hogy jó voltam, vagy nem voltam, mondjuk ez jó, ez nem tegnap volt, de volt ilyen korszakom. Nem voltam olyan rövid, nem voltam olyan hosszú, már mindenki a mulatságon volt, amikor én még ezzel jöttem. És már a másnapi fellépésre kellett volna menni, amikor még az előző napon aggódtam, hogy az milyen volt. Ugye ezektől szerintem sikerült megszabadulnom, igyekszem úgy tekinteni a kudarcokra is, mint amivel aztán majd valahogy úgy profitálok, hogy legközelebb nem így csinálom, de már ezt sokat módosítani nem tudok azon, ami megtörtént. Ebben részben a vezetés élménye, azt a vezetésnél mondják ezt, hogy akármilyen balesetből keveredtél ki, vagy extrém szituációból, nem szabad rá gondolni, mert már a következőbe kell lenned, hogy ne kerülj még egy ilyenbe. Ezt sohasem szabad visszafele gondolkodni, és ezt ültetem át az életemre, és ahogy már autóból sem ordítok át senkinek, talán az életből is kicsit lenyugodtam. Én nem szeretek menni. Az volt a kérdés, hogy merre szeretek menni. Én nem szeretek menni. Én általában egy ilyen helyen szeretek tartózkodni, jobb időben, esetleg a teraszon. Tehát ez szokott lenni, hogy ez egy nagy, azt kell mondjam, hogy ilyen nyaralás elméleti vita nálunk, hogy nekem az a pihenés, hogyha nyugtom van, a család többi része meg az a pihenés, hogyha fölmásznak ilyen hegyekre. Amit azt kell mondjam, hogy nem ezért jutott el idáig az emberiség, hogy ilyeneket kelljen csinálnia, meg kilátóból nézni azt, amit lent is lát. Abszolút, abszolút butaság ilyet csinálni. Van, hogy a kedvükért kirándulok, de nem szeretem ezt. Azt szeretem, hogy szeretek más helyeken lenni, de ott is inkább ilyen törzsvendégi alakulok pár nap alatt. Tehát nekem nagy büszkeségem, hogy nagyon sok helyen néztek már helybérinek,
egyszer Kínába is, amire nincs magyarázat. Ott eladónak adtam ki magam, mert voltak ezek, akik behívják az embereket. És akkor én is, meg ott kint cigarettát, azt mondom, hogy addig én is hívok be ember, és teljesen flott eladónak tűntem. Mindenesetre én azt szeretem, hogyha valahol már vagyok, tehát úton lenni nem szeretek, valahol máshol lenni már igen, de ott is szeretem azt, hogyha ott befordul a sarkon, akkor tudom, hogy ott van az a kávézó, ahol le tudok majd ülni. És akkor pár nap alatt ott is kialakul az én kis életem. Van ez a nyári fesztiválunk, a Dumafüred, ahol nem vagyunk egy hétig, nem voltunk most is, és akkor tudom igazából megnézni a többieket, meg hogy ki mit csinált mondjuk az elmúlt évben. Mert egyébként, ha elmegyünk együtt fellépni, akkor én készülök az öltözőbe, végszóra ott vagyok, aztán meghajlunk, hazamegyünk, úgyhogy szeretem megnézni a többieket. De szerintem nem szabad egymásból meríteni, nem azért nézem a többieket, hogy merítsek belőlük, sőt, szerintem nagyon veszélyes tud lenni, mert, és azt hiszem észre, vagy azt gondolom erről, hogy akármilyen műfajban, hogyha egymást próbálják utánozni, akkor főleg a hibák ragadnak át, nem tudom, hogy miért, tehát rossz szófordulatok, meg ilyesmik. Nem, én igyekszem néző lenni, tehát még akár nem is annyira szakmai szemben nézni, hogy ő hogy rakja össze a dolgokat, hanem jó szórakozni, és azért tudok a többieken. Hát nagyon vicces kitalálni valamit, amikor egy magam vagyok, mondjuk akár, ülök egy buszon, és én nekem vicces. Aztán nagyon szórakoztató dolog ezt olyan formában ölteni, hogy akár mások is nevessenek, és aztán nagyon rizikós, de szórakoztató dolog ezzel színpadra állni. Tehát végülis én mindegyik részét élvezem, de kevésbé stresszes a buszon gondolkodni, ötleteken, mint kiállni. De az biztos, hogy ezért csinálják az emberek, tehát hogy nem, senki nem állna ki a színpadra, ha ez nem lenne jó.